Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Cséti Imre, a karcagi öregdiákok baráti körének egyik szervezője. Jó napot kívánok, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Köszönöm, én is köszöntöm a nézőket is. Mai beszélgetésünk apropója az, hogy megjelent egy könyv, meg is mutatom a kedves nézőknek, Emlékek nyomában címmel. Beszéljen nekünk erről a kötetről, milyen kötődése van ehhez a kiadványhoz. Ezt a könyvet Bihar István lelkipásztor, karcagi lelkipásztor írta, csak a könyvet nem tudta kiadni, több nyomdát megjárt, sőt kereste városba is a lehetőséget, hogy kik segítik. Aztán elteltek az évek, ő elhunyt, a fiával futottam össze, az 50 éves általános iskolai találkozóját én szerveztem, így találkoztam, egyébként a sógoromnak osztálytársa volt, és elmondta, hogy mi a probléma. Én meg, mint gimnáziumi szervező, több író-olvasó találkozót szerveztem ezt követően Budapesten, és ott kérdeztem meg a nyomdát, meg a kiadót, hogy mit szólnának ehhez, hogyha egy ilyen könyvanyagot leadnánk. Mondták, küldjem el, meg fogják vizsgálni, megnézik, tetszett is nekik a könyv, de a költséget ők sem vállalták. Megkérdeztem, hogy ez mennyi összeget jelentene, és én rábólintottam, hogy elvállalom. Azzal a kiegészítéssel, hogy ha már én szponzorálom a könyvet, akkor legyen benne az én anyagom is, hiszen 1985 és 88 között 3 évig a családfakutatásommal is foglalkoztam, ahol persze segítettek a 3 gyermekem, akik már tudtak olvasni, a szüleim, sőt a nejem. Bejártuk majd a helyszínt is, 1571-ig tudtam visszamenni, még a nejem családfáját is beletettem, mert addig, még az enyémet kerestem, az övét egyszerűen zsebből ki lehetett venni, mert ők nemesek voltak, címerük is megvan a könyvbe, és az övéki 1260-ig visszavezethető. Majd erről beszélünk még egy picit később, jó részletesen, kanyarodjunk vissza a könyvhöz. Tehát akkor azt mondja, hogy teljesen önerőből finanszírozta ennek a könyvnek a kiadását, próbálta keresni támogatókat? Nem. Nem próbált, tehát ön ezt fölvállalta? Én ezt fölvállaltam. Hány példányban jelent meg ez a könyv? Egyelőre 150 példányban, 120 már kint van az olvasóknál, abból körülbelül 50 a karcagi lakosoknál. Kiknek ajánlja ezt a könyvet? Mindenkinek, de leginkább annak, aki Bihari tisztetős urat ismerte, vagy engem ismer. De több olyan is elolvasta, aki engem ugyan ismer, de a Bihari könyvet nem tudta letenni, mikor már kezébe vette. Reggelig el is tudta olvasni. Említette, hogy a Bihari István fiának ön szervezte meg az osztálytalálkozóját, így találkoztak. Hogyan jött az életébe ez, hogy osztálytalálkozót szervezzen? Nem ez volt az első, több osztálytársamnak még egyetemi tanköri találkozót is szerveztem, és mikor a karcagi öregdiák találkozón dr. Györfi Jánossal, szülész nőgyógyásszal találkoztam, felvetettem neki, idén lesztek 50 évesek az általános iskolai találkozón. Hát ilyen még sose volt, ők nem tudják megszervezni, és felajánlottam a segítségemet neki. És ebbe kerül bele Jé Nagy András is, meg a sógorom is, meg Bihari István is, meg a többiek. Mit jelent a Bihari István fiának az, hogy ön kiadta ezt a könyvet? Gondolom, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, vagy beszélnek erről. Igen, mindennapos a kapcsolatunk, telefonon, e-mailben, sőt személyesen is. Én még utakat is szoktam szervezni, a Gépipari Tudományos Egyesület megyei titkára vagyok, és 70 óta buszos kirándulásokat szervezek, így aztán kétszer már önállók is voltunk, ahol István vállalta az idegenvezetést. Átmentünk Ausztriába, a régi Magyarországra. Hogyan lehet hozzájutni ehhez a könyvhöz? Hogy lehet beszerezni? Ugye ön Debrecenben él, és azt tudjuk, hogy sűrűn van Karcagon. Hogyan lehet fölvenni önnel a kapcsolatot, vagy esetleg tervezi azt, hogy itt Karcagon terjeszti ezt valamilyen formában? Több megoldás van. Egyedül én forgalmazom, engem kell keresni, lehet mobiltelefonon, lehet e-mailbe, személyesen is, és el szoktam vinni a vevőkhöz személyesen. Így elmentem már Pécsre, Székesfehérvárra, Velencére, 60-ba, Mátészalkára, Szolnokra,
Kendelesre, Karcagra, Budapestre, többfele. Tehát akkor fontos önnek az, hogy személyes kontaktusban tudni, legyen az emberekkel tudni és a szeretem, hogy kik olvassák és kik szeretik. Beszéljünk most Bihari Istvánról, magáról. Mit kell tudnunk őről? Mit írt ebben a könyvben? Nagyon tartalmas az írása. Tulajdonképpen 1920-tól 1989-ig megírta az életét végig. Ugyanakkor érintette, mivel ő lelkipásztor, egyházi kapcsolatot a városban, sőt érinti az országost is, majd ezen felül pedig a családjáról, nem csak magáról. Milyen ember volt ő? Hát én azt hiszem, hogy nagyon rendes ember, őszinte az írása, és ezt vágya, óhaja volt, hogy a utókor megismerje meg, mert sok olyan történelmi anyag is van benne, amit a történelemkönyvek nem rögzítettek annak idején. Önnek milyen kapcsolata volt vele? Meséljen erről nekünk egy kicsit. Személyes kapcsolatom vele kevés volt, hiszen egy generációval ő idősebb nálam, de nála konfirmáltam, nyolcadikos voltam, a húgom is akkor konfirmált, ő meg hetedikes, meg több osztálytársunk a Baross utcai kis templomba. Viszont sok temetésen találkoztunk még azon felül. Nem számítom azt, hogy az utcán is előfordult, hiszen ő lakott a Varra utcán, mi meg a Püspökladány úton. Hogyan ajánlja ezt a könyvet, hogyha két mondatban össze kellene foglalni, vagy három mondatban, ezt önre bízom, akkor mit mondana a leendő olvasóknak, miért vegyék meg ezt a kiadványt? Hát ismerjék meg Karcag történelmét is egy 60-70 éves időszakra, azon kívül pedig élmény is. Önnek milyen kötődése van a városunkhoz? Beszéljen magáról. Én itt születtem 1945-ben, tanyán laktunk 6 évig, a Bölcsődét, óvodát nem ismertem, Calvin 2-be kezdtem, pontosabban a Calvin 5-be, 4 évig ott jártam alsó tagozatba. Ez a zárkózottság, hogy tanyán kevés gyerekkel találkoztam, megérződött rajtam. Az életem leggyengébb bizonyítványa az első fél éve volt, 2-es, 3-as. Egyedül a magatartásom volt 5-ös. Év végére nagy nehezen jelesre ki tudtam már javítani. Utána a többi osztályban már nem volt ezzel probléma. Bár még egy eseményt az unokáimnak is elmondtam, hogy első évet befejezve a betűket szeptemberre szinte elfelejtettem, mert nem gyakoroltam azon a nyáron, és másodikban újra kellett tanulni az olvasást. Ezt resteltem is, és a unokáimnak meghagytam, sőt a gyermekeimnek is, mikor ők voltak kicsik, hogy erre vigyázzanak. Hol végezte az iskoláit? A Calvin 2 általános iskolát jártam végig, utána itt a Karcagi Gábor Áron gimnáziumban jártam, annak idején ez volt a neve. Majd elkerültem Miskolcra, a Nehézipari Műszaki Egyetemre, ott okleves gépészmérnökként végeztem. Szerződést kötöttünk 4 évet, és a hajdúsági iparnőben 19 évet töltöttem, mint tervező. Debrecenben jártam ki, debreceni lakos vagyok 1968 óta. Majd egy jobb pozícióba ajánlásra a vízügyi igazgatósághoz kerültem. Utána jött a rendszerváltás, az ottani munkát megszüntették, az egész osztályt felszámolták, úgyhogy keresni kellett új állást. 10 helyre pályáztam, abból 2 volt kedves válaszra, az egyik elutasító, a másiknál pedig 2 napos felvételre kellett jelentkezni. Ott 51-en jelentkeztünk 7 helyre, sikerült megszereznem, és onnan küldtek el nyugdíjba. Mert eljött a tehát azon korom. Ritka emberek egyike, aki majdnem végig ugyanott dolgozott. Ugye ma már ez nem nagyon jellemző. Hát én azt hittem, hogy a hajdúságipar megből megyek nyugdíjba, én azt nagyon szerettem lenni. Erdőben volt a munkát is szerettem, jó levegő volt, az egészséggel mindig törődtem. Én soha nem cigarettáztam, a számba se volt szinte. És ahogy a kávéról szó volt, kávéfogyasztó sem vagyok.
Ugye azt tudjuk önről, hogy a Karcagi Öregdiák Barátok Egyesület, bocsánat, Karcagi Öregdiákok baráti körének az egyik szervezője. Milyen feladatai vannak, hány emberrel áll kapcsolatban, akár napi kapcsolatban? Hát a napit nehéz megállapítani, de általában, amikor események vannak, akkor 450 e-mail címmel rendelkezem, de a tagságról telefon, meg lakcím is megvan, ami közel 2000. Ezt akartam pont kérdezni, hogy hány tagjuk van. Milyen sűrűn találkoznak, azt tudjuk ugye, hogy évente van egy találkozó. Hát a gimnáziumnak van egy öregdiák ága a honlapon, ott megtekinthető, tulajdonképpen nyarat kivéve havonta találkozunk. Uh-huh. Egy van Karcagon a október 1. szombatján, uh-huh. a többi pedig Budapesten, a múzeum mögött, az Öt-Pacsirta utcában, az építészpincébe. Milyen hangulatban szoktak telni ezek a találkozók, ilyenkor mit csinálnak, mi történik? Ez ízlés dolga, nekem mindig kellemes, én szeretek emberekkel találkozni, meg tulajdonképpen úgy érzem, hogy én azért születtem, hogy szolgáljak. Ugye minden évben megrendezik a baráti találkozót. Hiányzott-e valamelyik találkozóról az elmúlt évtizedek során? Én véletlenül tudtam meg, mikor 300 éves lett a gimnázium, hogy akkor lesz egy találkozó. Az 1976-ban volt, azóta én egyszer sem hiányoztam, sőt, bevontak a munkába, vagy mondhatom azt, hogy magamtól bekerültem, mert nekem ez nem munka, hobbi, sose fáradtam el, és mindig szívesen végeztem. A következő találkozóról áruljon már el nekünk valamit, van-e már valami terv, programtervük, vagy még ez formálódni fog? Hát az öregdiák találkozó majd április 6-án lesz, egy szolnoki egykori iskolatársunk fog beszélni a múzeumi dolgozó szolnokon. Azt mondta a beszélgetés előtt, idézem, magyarul mindennel foglalkozom. Mivel foglalkozik még? Említette, hogy például a családfa kutatással is foglalkozik. Ez hogyan jött az életébe? Hát lehet, hogy furcsa gyerek vagyok, meg mindig a felnőttek közelébe voltam, nem voltam játékos. Legtöbbet akkor játszottam, mikor a gyermekeimmel kellett játszani. Magam idejében inkább hallgatóztam, már akkor érdekelt a szüleinek a szülei, meg további ágok. Sajnálom is, hogy keresztapám hamarabb meghalt, mint ahogy be tudtam bizonyítani azt, amit ő állított, hogy nem úgy van. Mert hogy felnőtt korban, aztán 85-ben elmentem püspöki engedéllyel kutatni a családi ágomat, vagy később másokét is. Lehet esetleg ilyennel önhöz fordulni? Hát, tehát akinek esetleg most így fölkeltettük az érdeklődését, mert ugye mindenkit érdekel az, hogy honnan származik, kik a felmenői. Leginkább tanácsot tudok adni, de segíteni is lehet, vagy négy idegennek is megcsináltam, egy kanadai embernek is, akinek az apja 3 éves volt, mikor a nagyapja kivitte Kanadába, és érdekelte a családi ága. Anyai, apai ágon elvégeztem, majd utána el is jött, mert akkor volt először Magyarországon, végigvittem, és a nevét adom, amivel szőlősi, nagyszőlősre, Ukrajnába is át tudtunk menni. Ez is viszonylag meglepő volt, mert a határ átkelés nem könnyű, de megoldottuk. Hogyan induljon neki az, aki családfát szeretne kutatni? Mivel kezdje? Hát kezdeni úgy érdemes, minél hamarabb, és a legidősebb rokonokat még nem késő kifaggatni. És mikor már vannak kapaszkodók... Tehát akkor először családon belül, nem levéltár, hanem családon belül. Mikor már vannak kapaszkodók, akkor utána lehet menni az egyházakhoz, ahol megtalálja a születési adatokat, az elhalálozási adatot, meg a házassági. Ez a 3 fél adat van. Viszont azt sem árt tudni, hogy a Csonka Magyarország összes anyaga, ez a 3 féle, 4-szeres nagyításban, mikrofilmen Budapesten megtaláltam. Uh-huh. És oda is el lehet menni, akkor nem kell utazni egyik faluba a másikba, hanem csak kikérni a mikrofilmet, és megnézni nagyítóval, egy készülék van hozzá, viszont az nem vihető, ott helybe kell a kutatást végezni. Van-e én még, ezeken túl vagyok. Van-e még valami különlegesség, amivel foglalkozik?
Hát társadalmi munkám a Gépjártudományos Egyesület megyei titkára, aztán Magyar Eszmentő Szövetségnek is megyei bizományosa vagyok, könyvforgalmazója, meg hogy a titkár elhunyt, hát azt is rám bízták. Ezen kívül az egyetemi hagyományápoló szakestélyeket is én szoktam szervezni. Most pedig, hogy nyugdíjba küldtek, hát a nyugdíjas klubot is létrehoztam, annyira, hogy a klubunk létszáma 180 fő, de megyei, sőt országos szintre is eljutottam. Azon felül a Nagy-Magyarország magyar nyugdíjasaival is kapcsolatban vagyok, így Sepsiszentgyörgy, Beregszász, Komárnó, Rimaszombat, Losonc, Arad, Temesvár, stb. Van szabad ideje? Mivel foglalkozik szívesen szabad idejében? Én azt hiszem, mindenkinek arra van ideje, amire szánja. Ezen többen is csodálkoztak, hogy három gyermek mellett hogy tudtunk 15 évig sportolni. Igazolt játékos voltam, megyei bajnok is voltam. Viszont ezt a sportot a gyermekeim örökölték, csak ők hamarabb kezdték el, mi már házasság után, ezért ők többre is jutottak. A legfiatalabb gyermekem országos bajnok volt, kétszer is a korcsoportjában, 12 évesen, meg 18 évesen. Mindig arra van ideje, amire szánjuk. Milyen távlati tervei vannak a közeljövőre, vagy a távoli jövőre vonatkozóan esetleg egy új könyv megjelentetése? Nagyon találó, ebben a könyvben benne van az utolsó pársorban, hogy még egy könyvet szeretnék összeállítani. Most már egy rutint szereztem a könyvkiadásban, mert az első könyv, azt már egy önálló könyvnek szánom, ahol a bihari rész kimarad, de már ennél a könyvnél is úgy alakult, hogy menet közben többen jelentkeztek, hogy ő is szeretett volna beleírni, meg a másik is, az újabb könyvbe ez a lehetőség meg lesz. Azok tehát akkor számára, egy ilyen koprodukció lesz a következő? Azok számára, akik tulajdonképpen rokonaim, ezt a lehetőséget megkapják. És már érkeztek be anyagok, már olyan 40-50 oldalnál járok, ezt is 200 oldalra terveztem, és ha megérem, 4-5 év múlva ezt is kiadnánk. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, bemutatta nekünk ezt a könyvet. Én még egyszer megmutatom a kedves nézőknek, és szeretném elmondani, hogy ha jól tudom, akkor a Csokonai Könyvtárban hagyott egy példányt. Ott is, és a múzeumban is. Akit érdekel, belenézhet, megnézheti ezt a könyvet a könyvtárban, és szerintem ott is segíteni fognak, hogy érhetik el önt a kedves leendő olvasók, hogyan szerezhetik be ezt a könyvet. A gimnázium honlapján megtalálható az elérhetőségem és a könyvára is. Köszönjük szépen, hogy itt volt.